Sziasztok, üdvözlőjük a GameStar Plus nézőit, itt van velem HP. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez tehát gyakorlatilag a Silent Hill trailernek, vagy interaktív teasernek a második része, ugyebár ott tartottunk, hogy hát elég beszaratos módon elkapott minket az a női szellem. És most ez egy újabb loop, tehát ugye folyamatosan loopolódunk, itt most magunkhoz tértünk. Igen, itt most ha a szobában maradtunk volna, ezt akkor annak idején véletlenül HP kiszállt a szobából, ott ugye beszélt volna hozzánk az az acskó, amiben ki tudja mi van. Talán még fogunk vele később is beszélni. Ja, találkozunk vele később, igen, csak... De ez egy, igen, egy zacskó, aki beszél, ez mindenképpen megdobja az egész helyzetet. Szóval itt most mutatunk nektek még, hát egyrészt szerencsétlenkedést, aztán végül mutogatjuk azt, hogy az úgynevezett gyűjthető részeket, vagy collectibles-öket hogyan lehet összeszedni. Egy-kettő az kifejezetten munkás lesz egyébként. És itt már ki van égve a szem a kis barátnőknek. Szóval megmutatjuk ezeket, illetve megmutatjuk azt, hogy elmeséljük azt, hogy mi hogyan tudtuk feloldani a végén a videót. Na itt már ugye az, amiről beszéltem, hogy a rádióban először bemondták, hogy mindenki ilyen számokat hajtogat, biztos, hogy ez majd egyébként folytatódni fog ez a szám misztika későbbiekben is, tehát a Silent Hill-ben is szerintem ez biztos, hogy nem véletlenek ezek a utalások. Hát gyakorlatilag, amit a Gamescom-os Silent Hill trailerben láthatok, ugye afelé tartunk most, tehát annak a kis monológiát láthatjuk a végén. Ugye itt most van-e már egy felirat is, bocsáss meg, Liza, egy szörny él bennem. Érdekes egyébként, hogy te azt gondoltad, hogy ez a saját gyilkosságunkat éljük meg. Szerintem tólag. Igen. Én úgy abszolút úgy éreztem, hogy egy külső szemlélő vagyunk, de hát ez majd elválik. Ugye ez a jó ebben, hogy tele van összesküvés elméletekkel az internet, mindenki azt gondol, amit akar. Igen, igen, igen. És hát egyre jobban be fognak durvulni az események, egyre félelmetesebb lesz ez a folyosó. Egyébként tök érdekes, egyébként ez bizonyítja azt, hogy néha milyen egyszerű ötletekből lehet zseniális dolgot kihozni. Mert... Nem tudom, talán, bocsáss meg csak, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e például a Silent Hill The Room-ra, ami sok szempontból hozta ezt a bezártság részt, ugye ott is egy belső nézetes, igen. Ilyen kicsit logikai részek voltak benne, én nagyon élveztem, most kár, hogy egyébként sajnos más tekintetben a játék nem hozott olyan erős... Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az a rész, amikor otthon voltunk, meg hogy ilyen fura volt minden, és ha találtuk azokat a lyukakat, mert minden, az zseniális volt szerintem. Viszont maga a játék többi része az már annyira nem volt jó Silent Hill, mint egy korábbi. Ezzel én is egyetértek. Hopp, itt már vörösödünk, tehát egyre megyünk az ilyen borzalmak felé. És ugye itt a lámpa helyén most egy ilyen... Hűtő, láda. Amiből igen. Rövik ki a vér. Elég gusztustalan. Ennyit tudok elmondani Vietnámról, igen. Ahogy Forrest Gumpot érzem, sokat nem lehet ezt hozzátenni, egyre szörnyűbb itt a hangulat, és ez nem akarok senkit se hitegetni, de szerintem egyre szörnyebb lesz csak. Igen, én azért gondolom egyébként azt, nézd, hogy... már itt már minden vörös. Itt már minden vörös. Vörösség volt a vacsoránk, vörösség volt a párnak. Volt, igen. Szóval én azért is gondolom egyébként, hogy... Elképzelhető az is akár, hogy itt most azt éljük meg, hogy mintha mi is egy ilyen csádapa lennénk, aki gyilkolt. Teljesen logikus, amit mondasz egyébként. Mert itt van például mindjárt ez a lyuk, amiről beszéltem, ugye ez itt van mögöttünk egy lyuk, pont itt a fürdőszobában, amit most fogunk megnézni, mert háttal volt, tök mindegy, és amikor most itt már mindjárt meg fog őrülni, minden, nem akarok előre menni, mi itt felig gyorsítottunk egy résztektek azért, mert ott a csomagból láztunk, ott például ezen a, tehát megtaláljuk ezt a lyukat a falon, de amikor benézünk, akkor a fürdőszobán látunk ki. Igen. Most előre mondtam egy kicsit, tudom, de higgyétek el, ez mindjárt értem, hogy nyelvét most mondtam. Itt most már nem fröcsög a vér, de lehetett a függetlenül elég szörnyű itt a helyzet. Igen, roppant életigénylő. És egyébként pontosan azért logikus, amit mondasz, mert a korábbi Silent Hill játékokban is rengetegszer gyakorlatilag valahogy az volt a végkifejlet, hogy a saját purgatóriumunkban vagyunk. Igen. Vagy így, vagy úgy, ugye nyilván hoppá, látod itt a hello. És ez nagyon érdekes, akárhányszor visszajössz a telefonhoz, majd érdemes figyelni egy kicsit. Igen, akkor ez megvan. Valami változik. Hoppá! Igen. Hát nem akarok, hogy mondjam, túlságosan hétköznapi nyelvvel élni, de rizses kálán zsizsiknyire szarnám össze magam. Azt gondolom egy ilyen helyzetben. Igen.
itt most még egy kicsit föl alá megyek, mert kíváncsi voltam arra, hogy még bármi mást kellett csinálni. Igen, most nem is emlékszem, ugye most fogjuk elődézni azt, hogy ilyen álomszerűvé válik minden, mármint eddig is elég az, de hogy még jobban. Ha még nem lett volna elég bajunk eddig. Igen, most hittem nem tudom, na az mindjárt megtörténik, hogy az hogy csináltuk. Valószínűleg egy loopot mindenképpen mennünk kell majd körbe, meg én vagyok az, aki fontoskodik, hogy valahogy próbáltam valami megoldást találni, hogy hát ha van még valami extra dolog, amit meg lehet itt nyitni, vagy meg lehet nézni. És itt mindjárt lassan elérkezünk az első részhez, hogy megnéztünk egy leírásba, bevalljuk, mert mindegy, majd itt ezt a lyukat, ezt, na itt van, na itt láthatok azt a lyukat ott a falon, ott a fürdőszobában, ezt a nagy lyukat, és majd itt, na itt most már hello teljesen. Teljesen lekopott, így megpróbáltam megnézni, hogy van-e még valami, bármi változás. Kíváncsi voltam, hogy el lehet-e tüntetni teljesen a Hello feliratot. De aztán azt hiszem, hogy ez az a rész, ahol kénytelen vagyok feladni ezt a próbálkozásomat. Kicsit még itt nézegetjük ezt a gyönyörű szép hűtőt, amiből folyt a vér. Most nézem, hogy ennek fényében eltűnik-e a Hello felirat. De azt hiszem, hogy az O betűt nem tudjuk eltüntetni. Igen, az ott van a falon. Ez most itt... ennyi. Szerintem itt én még nem voltam képes feldolgozni ezt, hogy ez a loop ez ennyit tud, és hogy mindenképpen tovább kell mennem. Lehet. De nagyjából itt most már elfogadtam ezt a dolgot, és mehetünk tovább. Na és az a lényeg, hogy látjátok, hogy itt egy picit most, még ahhoz képest is, ami eddig volt, picit ilyen még állom, most még itt nem tűnik fel, itt tovább menjünk egyenesen. Nem, ez még nem az. Akkor nem, itt... még egy loopot várnunk kell, és tovább is fogunk menni a következő. Ja, na most eltűnt a Hello. Ugye eltűnt a Hello felirat. Igen. Igen, na ez az, igen. Most fog ez a megőrülés jönni, eltűnt ugye a hűtőszekrény, és ott egy ilyen vörös, bajos. Már eléggé nyomasztó ez az egész dolog, de hát ezt gondolom ti is érzékelitek, ha halljátok, látjátok. És itt elindul egy T-bojda, igen. Amit hát na egy ez... kicsit most fölgyorsítunk, hogy nektek igen, ne legyen igen. Annyira unalmas. Igen, ha mindjárt meglátjátok, ez még nincs, itt még nem gyorsodtunk fel, na most már igen. Ez nem a játékban, még egyszer mondjuk, ezt mi csináltuk a vágóasztalon azért, mert itt most mi gyakorlatilag egy 20 percet keresgéltünk, ugyanis rájöttünk arra, hogy, vagy hát nem, elolvastuk, nem tudtuk mit kell csinálni, itt kezdődött, hogy egy lyukat kell megtalálni, és itt megtaláltuk a lyukat már. Igen. Tehát a itt falon be kell nézni a fürdőszobába, arról a folyosóról, ami ugye a falal határos, úgyhogy... itt most ha az a lényeg, hogy nagyon nehéz, de a right sticket kell nyomni, és meg kell próbálni mindenképpen a lyuk közepén tartani. Igen. Többször láthatjátok majd sajnos, hogy én fölengedem. Ez nem azért van, mert ennyire élvezem ezt a dolgot, hogy de jó, valami megy, engedjük föl. Nem, talán itt most már nyomva tudtam igen, tartani. Igen. Többször belesültem ebbe a mutatványba, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz fókuszban tartani magát a kamerát, de hogyha ezt végighallgatjuk, akkor itt most megjelenik majd egy felirat, már nincs visszaút. Igen. És akkor ezzel ezt a loopot letudtuk. Hát ez most az az ember, aki erre magától rájön, annak kezet csokrok. Biztos van ilyen, na de nem mi vagyunk ezek. Ezek a forgó szemek engem és egy életre kikészítettek. És itt meg van őrülve egyébként ugye a szokásos alaprajz. Ja, itt olyan a loop, igen, itt olyan a loop, hogy nincs vége, tehát te folyamatosan mész körbe a fürdőszoba körül, nincs pince lejáró, és itt egy totális agóniában voltunk Endrével, hogy most akkor és mi itt a vége. Kell csinálni. Itt a vége. És így, hogy feloldottad, megjelenik, tehát onnan tudod, hogy feloldottad, hogy elmúlnak a vörös fények, megjelenik a normál fény, és itt most már látjátok, hogy jobb oldalt, elvileg itt ezen a festményen kéne, hogy legyen a lyuk. Igen, igen. De itt most már festmény van, innen tudod, hogy megoldottad, és már látjátok a pince lejárót, tehát ez azt jelenti, hogy a következő loopot is megnyithatjuk. A jó öreg pince lejáró. A jó öreg pince lejáró, amit annyira szeretünk, és na, már végre. Itt most egy normális kép fogad minket, már mennyire normális lehet ez a kép. És most egy picit az a baj, hogy nem néztem jobbra, de mintha évfélt mutatott volna az óra. Szerintem még nem. Egy pillanatra én csak azt láttam, de ez itt egy másfajta loop, itt most úgy néz ki, mintha minden rendben lenne. Eltűnt, látjátok a véres hűtő innen fölülről, tehát itt igen. Az embernek annyi dolga van, hogy realizálja, hogy most nem annyira gány a helyzet, mint ami korábban volt, és akkor örvendezünk vala ennek, de valamiért nem tudunk kimenni, és a játék elkezd... Mint hogyha elkezdene így befagyogatni, glitchezni. Össze is néztünk Endre, hogy most ez micsoda, nem tudunk kimenni, de valamiért kezd szétesni az egész, figyeljetek csak. Látjátok, megint volt. Ez a PS4, Xbox van kellett volna venni. PC-n tuti nincs ilyen. Igen.
egyre rosszabb a helyzet. Hát várjuk ki a végét, hogy itt mi történik. Tényleg, hát tényleg van, igen, igazad van. Hogy évfél van. Ja, arra hoppá, úgy, hogy... screen tearing, vagy mégsem? Legújabb drivereket le kellett volna tölteni. Igen. Megint lehet a PSN biztos, a hacker támadásoknak köszönhetően. Szóval itt most akkor már mindent elmondtunk mindennek. És aztán történt valami. Igen. Figyeljetek. Ami egészen megdöbbentő lesz. Ez mi a tököm? Lefogyott a játék, ugye? De hát ugye azért a gyanús, mindennek hogy... Mindennek vége. Nyilván itt már sejtettük, hogy akkor ez így van. És figyeljetek, azt hinné az ember, hogy vége van. Ugyanis mi történik? Elindul a főmenő előre, teljesen irreális dolog. Igen. És itt már azt mondtuk, hogy oké, akkor most ez volt a vége, köszönjük, nem értem. És aztán gyorsan... Nagyon gyorsan rájön az ember arra, hogy... Mivel ugye én már játszottam vele még egyedül, de nem vittem ideig, ezért én rögtön realizáltam, amikor itt felkelünk, hogy ez nem a játéknak az eleje. Tehát, hogy itt nem újraindulásról volt szó, hanem még mindig találkozunk. És mi volt az, amiből rájöttél? Hát arra, hogy most itt lesz ez a Who Belevant, ez. Hát ott, mert itt a beszélő lacskó, amiről beszéltünk korábban, ami szerintem egy kicsit, hogy mondjam, abszurdá teszi a dolgot. És azon gondolkodom, hogy igen, hogy most nem azt mondja, ugye mondtuk, hogy kijöttünk a szobából, amikor a HP nem tudta, hogy ott van az a Who Belevant, na akkor más mondott volna. És ebből is látszik, hogy nem úrindult a játék, hogy itt most megint a vörösség igen, fogad. Igen, itt már mindenki számára egyértelmű lehet, hogy itt valami másról van szó. Igen, igen. És igazából azt hiszem, hogy még talán most nem, de az utolsó jötti rúgban vagyunk már. Igen. Tehát innentől fogva már majd, hogy nem a játék befejezésére lehetne koncentrálni, de a videóból még hátra van, még jó a fele. Hopp! És itt most történt valami, találtunk valami furcsaságot, egy úgynevezett collectible-t, ez kiderült, hogy ebből több is van, és ráadásul ezek vezetnek valamilyen megoldás felé. Ezeket összerakva elvileg az ember megtudhatja a végét, hogy valamit, hogy mit kell pontosan a játék végén csinálni. Na most legyünk tök őszinték, Endre, mi a neten néztük meg, hogy hogyan kell ezeket megtanítani, hogy mit kell csinálni. Ráadásul nekem van egy elméletem arról, hogy tök random történnek a dolgok a végén, de igen, erről beszéltünk már sokat, hogy valószínűleg random. De akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket összeszedni. Persze, itt még láthatjátok, mert ugye itt tök véletlenül megtaláltuk az első collectible-t, és én most még itt hömbölgök föl alá, hogy ja Istenem, mi is történik pontosan, akkor keresgéljünk hát, amíg ilyen apróság tovább visz, vagy hogy ezt a loopot máshogy kell lezárni, de nem találtam semmi mást. Viszont állítólag, hogyha ezeket a kis összegyűjthető apróságokat, amiket a legkülönbözőbb helyeken kell megtalálni, ezt majd mindjárt mutatjuk is a többit, hogy van. Ha ezeket összerakod, akkor az ott található ilyen szavakból, mondatfoszlányokból kijön a megoldás, hogy mit kell a végén csinálni. Őszintén nem tudjuk ezt bizonyítani, de ennek ellenére megmutatjuk, hogy mi is történt. Itt most egy pici vágást láthattok, mert még sokat hömbölögtünk ott, de ez a következő loop. Tehát itt most annyi történik, hogy ez a következő loop. Igen. És aztán Jézus Isten. Na jó van akkor. Ez a köszönöm. Tehát ez mindig kirázott a ideg. Tehát itt az történik ebben a loopban, igen, hogy összeszaladnak. Igen, ez már a végső loop, ugye az előbb hallottatok egy harangszót, és akkor majd mindjárt elmondjuk, hogy pontosan mit kell csinálni, vagyis hát pontosabban, hogy mi hogy csináltuk meg. Hát igen, de ez még odébb van, mert először megmutatjuk nektek, hogy pontosan mik azok azon kívül, a collectible-ön kívül, amit már megtaláltatok, még hol lehet találni. Nézzük, jó? Itt a rádiónál, igen, hogyha a porra ráközelítetek, akkor itt van az első, illetve a második egészen pontosan. Én még itt közben keresgélek, de gyakorlatilag már kettő megvan. Hogyha most jól figyelünk, akkor majd még láthatjátok, hogy gyakorlatilag vágás nélkül láthatjátok, hogy visszamegyünk, és itt a telefonos komódhoz igyekszünk, és ott lehet majd, ha minden igaz. Itt mégis vágtunk egyet. Igen, mégis, bocsánat, mert nem találtuk, de itt egészen ott a Teddy Mackó, és valahol ott a Teddy Mackó közelben, hogyha megpróbáltok rázumolni a right stickkel, akkor ott meg fogjátok találni, itt még szerencsétlenkedek, vagy a bumperrel, bocsánat, és meg is van. Tehát ez is megvan. Akkor nézzük majd tovább, hogy pontosan hol lehet találni, akármennyire is keresgélek, sajnos nem találok többet. Ha elindultok lefele a pincelejáróhoz, akkor itt egy darabig szerencsétlenkedtünk, erre emlékszel is, Endre,
hogy néztük, hogy vajon mi lehet, én azt hittem, hogy azok a tenyérnyomok azok, vagy esetleg itt az ember, ahogy nézi a falat, itt olyan, mintha látnánk valami vérnyomot, vagy ilyen elmosódott nyomokat, itt még láthatjátok ezeket a tenyérnyomokat, amiről beszéltem. Őszintén én nem tudom, hogy lehetne ezeket megtalálni amúgy magunktól. Nagyon nehéz, tehát nem tudom, hogy kinek volt, itt van, mintha vér lenne, én ezt is néztem, hogy esetleg ez az. De nem, valami olyan hülye módon van elrakva ez a collectible, hogy itt lehetett látni, ott volt egy kis ilyen fénykép darab. Ott lehetett látni. Lehet, hogy nekem az föl se tűnt egyébként. Az volt, és ugye onnan is lehetett látni, hogy fénykép darabok végül is, hogy itt, amikor összeszedjük ezt az egészen különleges helyen elrejtett. Bocsánat, hogy megszakítalak. Ahhoz, hogy a másik fénykép darabot megtaláld, és teljesen jól mondja Endre, hogy ez egy fénykép darab, ahhoz ki kellett lépni az optionsben, na most ezt, aki magától kitalálja. Igen. Annak tényleg gratulálni tudok, biztos, hogy nagyon nincs más dolga. Itt még szerencsétlenkedünk, pontosan azért, mert... Nem is annyira sokat, itt lesz rögtön még igen, egy... Igen, itt meg kell nézni, gyakorlatilag a fürdő és a rádiós rész között az előtérben a fölnéztek a felső sarokba, és ott láthatjátok, hogy mi a helyzet. És akkor ezek voltak azok, ennyi a gyűjtött dolgok. Össze is gyűjtöttük akkor? Nem, még vissza kell menni. Ja, igen. És itt van ez a szobanövény az ébresztő óránál, és a sarokba belenézel, akkor megvannak, és készen is vagyunk. Nézzük a végső megoldást. Igen. Rengeteget szenvedtünk a végső megoldást. Na akkor még egyszer, ami eddig biztos, hogy éjfélt üt az óra az utolsó loopba, mindjárt megtörténik. Meg kell várni azt, hogy éjfél legyen, és akkor utána... egy úgynevezett ilyen hunting, vagy ilyen ez a, halljátok most ezt a rinyálást? Ezt várjátok meg. Ilyen hang, ilyen statikus hang. Igen, minden... igen. Mindenképpen várjátok meg, hogy ez megtörténjen. Igen. Utána a következőt kell csinálni. Ha ez végigmegy, előbb-utóbb elkezd akadozni, mindjárt hallani fogjátok. Igen. A következő vágásnál... Az még nem most lesz, mert igen, majd mindjárt szólok, hogy hol. Itt még most, ez viszonylag sokáig tart, tehát egy-két igen. percig. Tehát várjátok meg, ameddig ez a hang abba marad, és tök csönd lesz. Igen. Figyeljetek. Ez a szellemeknek, az én szellemjárásnak szokták a huntingot fordítani. Aha, magyarul. Igen, igen. Tehát itt most vágtunk azért, hogy halljátok, itt most vége van a hangnak. Illetve halljátok, hogy itt egy ilyen, mint amikor leáll egy gép, hogy így le fog menni a hang. És akkor utána... És akkor utána elkezdtek tizet lépni majd előre, amikor tök csönd van. Igen, ezt könnyen lehet hallani, mert a játékban itt tök csönd van, és a lépteket lehet számolni, szóval nem olyan, mint igen. egy játék, amikor nem érzed, hogy melyet lépsz, itt lehet érezni, jó. hogy itt tizet. Tehát leszámoljátok a tizet. Jó, nagyon fontos, hogy utána teljesen mozdulatlanul maradjatok. Igen. A és neve, hallottok egy baba nevetést. Most. Jó, itt most mi azt csináltuk, hogy a headsetbe, a PS4-es DualShock-os headsetbe bemondtuk azt, hogy... Hogy Jarit vagy Jarit, ezt Jarit. Ugye nem tudjuk, hogy kell kiejteni. Igen, de a lényeg az, hogy akkor jó, hogyha hallotok még egy nevetést, illetve elkezd erősödni a kontroll ellen egy rezgés. Igen, egy rezgés, akkor nem szabad megmozulni semmiképp, tehát látjátok, hogy hold still, és akkor, hogyha jól csináltátok ezt, bemutattok a nevet, meg rezgett, és nem mozogtatok, lesz még egy nevetés, és ami most van. És már telefon. Igen, és ezt, igen, és csörög a telefon, és akkor föl akkor kell venni. És akkor oda mentek a telefonhoz, és fölveszítek. Tehát nekünk ennyiben sikerült megoldani, de szeretném jelezni, hogy ez csak egy koncepció, mindenki más ír előleten. Én szilárd meggyőződésem, hogy Kojima ezt úgy csinálta, hogy randomly történnek az események, bizonyos triggerek előhoznak bizonyos eseményeket, igen. és valahogy vége lesz a játéknak. Innentől fogva már csak az van, hogy te vagy a kiválasztott, átmész az ajtón, és megnézheted azt a videót, amit egyébként a Gamescom trailerben is láthattál, tehát ez egy kicsit igen. a 10 narancslé 5 centért esete forog fönn, de itt most akkor láthatjátok a végén ezt az egész sztorit. Tehát akkor még egyszer az a lényeg, hogy nem biztos, hogy így kell megcsinálni, mint többi csináltuk, mert olyan leírás is olvastunk, hogy hazugság az egész mikrofonlás, nem kell, ő úgy csinált, hogy be se volt dugva a headset a PS4 kontrollerbe. Van, aki azt mondta, hogy még lépni se kell, van, aki azt mondta, hogy a hunting hangok után meg kell keresni a hangforrását, aminek három forrása lehet a rádió, a telefon, vagy a tükör talán, vagy ilyesmi, akkor olyan is volt, hogy a tükörben nézzünk, akkor megjelenik mögöttünk. Van, akinek ez a csaj nem is jött a végén szembe. Tehát, igen. Hogy ezek teljesen random dolgok. Amit tudtunk, most megmutattunk nektek. Már kezdtük egyébként majdnem feladni, mert ki volt vágva egy 3 óra, amikor csak és kizárólag az utolsó loopba lépkedtük a tizet. Igen. Mi ott rontottuk el, és ez nagyon fontos figyelni. Itt évfelet üt az óra, azt meg kell várni. Ha évfelet ütött, tehát hogyha lemennek ezek a csengőhangok, vagy gonghangok, akkor meg kell várni, amíg ez a síros, nyöszörgős szellemjárás hang végig megy. Igen. Miután leáll, utána tök csöndbe lépsz tizet. Tíznél megállsz, és nem mozdulsz.
és akkor elkezdett hallani a nevetést. Tehát mindig akkor csináltál jól valamit, hogyha a baba nevetett. Igen. Ha nem nevetett a baba, akkor újra kezdődik a szellemjárós hang, akkor az azt jelenti, hogy elrontottad, menj egy loopot, és várd meg újra az évfelet. Jó, tehát ez nagyon fontos, vagy az évfélt, bocsánat. Igen. Jó, tehát ennyi volt részünkről, nagyon élveztük, és szerintem összerossáltuk magunkat, nem egyszer, nem kétszer. Így van. És hát Norman Reedus pedig úgy várjuk, mint az új Walking Dead évadot, ezt azért elmondhatjuk. Igen. Nagyon szépen köszönjük nektek a kitüntető figyelmeteket. Ez volt a GameStar Plus exkluzív PT videónk. Reméljük, hogy segítettünk nektek, próbáljátok ki az élményt. Ha tehetitek, akkor tényleg leoltott lámpával, maximum ketten. Mármint, hogy minimum ketten. De legalább ketten legyetek a szobában, jó? Igen, minimum meg maximum is, igen. Silent Hills. Szóval várjuk nagyon Kojimának a játékát, mert hogyha ilyen lesz, akkor össze fogunk rossálni magunkat. Sziasztok! Sziasztok!